Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a bika jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a kirakásnál. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Ezek a videók a másik csatornámon jelennek meg, Meisterin des Kartenlegens, vagy megtalálod a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. Amire még felhívnám a figyelmeteket, minden hónapban, úgy hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. Minden hónapban van egy havi téma, egy havi angyal, egy havi asztrológiai előrejelzés, és minden hónapban van egy kedvezmény, egy kirakás, a védikus asztrológiával együtt 10 000 forint helyett megkapod 6 000 forintért. És most megnézzük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Első hét, október hónapban itt látható az első sorban. Ez a kártya utal a fájdalmakra, vagy fájdalmas emlékekre. Valaki megbántott téged a múltban. Az lehet valaki a családból, hiszen itt van a közelben a ház, jelenti a családi kapcsolatokat, de lehet egy szomszéd is, valaki a környezetedben. Ez véget ér, sőt az is lehet, hogy valaki visszatér hozzád, bocsánatot kér tőled. Ezek a fájdalmas emlékek elmúlnak, hiszen itt van alatta az a kártya, ahol az egerek láthatóak, és úgy mondjuk kártyavetésnél, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, tehát az egerek eltüntetik ezt a kártyát, a fájdalmas emlékeket. Látható, hogy lesz mozgás, valaki közeledik hozzád, vagy meg akar látogatni téged, hiszen ott van előtte ez a ház, az jelentheti az otthonodat is. Itt van a szerencse és a virágcsokor. A virágcsokor jelenthet egy szép otthont, egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot, és a szerencse az, hogy ez az illető jó szándékokkal közeledik hozzád. Mögöttem itt van a torony. Ez jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet is, és ez a mozgás azt jelenti, hogy ebben a helyzetben előre mennek az események, biztos lehetsz ebben, hiszen a kulcs az jelenti az önbizalmadat, ezt a biztonságot. Amit ez a torony még jelenthet, amikor fogva érzed magadat, egy bizonyos helyzetben vagy vannak félelmek, de itt is használhatod a kulcsot, hiszen itt kinyílik, akkor egy ajtó, felszabadulsz ezekből a negatív érzelmekből, kilépsz ebből a szoros helyzetből, és itt látható ez a nagy medve, itt megvan akkor az életerő, amit az utolsó kép itt jelent, hogy megjelensz a nyilvánosságon, lesz mozgás, előre mennek az események, megkapod az elismerést, hiszen mások észrevesznek téged, és akkor a medve jelentheti a te saját fellépésedet és életerődet. Második hét, október hónapban itt látható. Az egerek segítenek abban, hogy mindaz elmúljon, ami elszomorított téged. Itt a hajó jelenti a reményt ehhez. És itt vannak a barátságok, vagy mások olyan barátságosan közelednek hozzád.
amit a hajó még jelenthet, utazások, külföldi kapcsolatok, barátságok külföldön, itt lesz egy jó hír is, hiszen a levél mellett ott vannak a csillagok, az szerencsét hoz, sőt a nap megvilágít valamit, itt tisztázódik valami, vagy azt is jelentheti, hogy valaki látni akar téged. Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, vagy a megújulásokat. Ha a gyógyító erőről van szó, és ezen a területen dolgozol, akkor itt a koporsó jelenti a régi, ősi tudást, ezt a bölcsességet, és tudsz ezen a területen dolgozni, és a téli hónapokig itt akkor lesznek már szerződések is. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, vagy egy idősebb hölgy, vagy valaki a múltból. Előtte a hegy jelenteti azt, hogy ilyen területen él, tehát a hegyvidék játszik egy szerepet, vagy jelentheti a hölgynek a problémáit is. De itt látható, hogy kitisztul valami, lesz egy szerencsés fordulat. De ha te egy egészségügyi területen dolgozol, és érdekel téged ez a gyógyító erő, vagy a spirituális munka, akkor itt megvan a tudás, ez a régi bölcsesség, sőt a kártyák azt is jelenthetik, hogyha másoknál problémák vannak, amire a hegy utalhat, akkor segítesz abban, hogy ez lezáródjon, és a koporsó lezárja akkor ezeket a nehézségeket. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Figyelj a mélyben! Ami fontos, az az anyagiak. Vizsgáld át az anyagi helyzetet. Mivel a társad más irányba tekint, emiatt számodra valami átláthatatlan, erre utal a felhő, de azért vizsgáld át ezt a helyzetet, vagy gondolkodj el azon, miért van így, vagy mit lehetne változtatni. A változások jönnek, hiszen itt van a gólya, változik a helyzet, sőt, az egerek kihatnak a felhőre, tehát eltávolítják mindazt, ami számodra átláthatatlan, és itt egy irányba megjelenik a gyermek, az ártatlanság vagy egy új kezdet. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat, a pénz útban van hozzád, sőt, lesznek kapcsolatok és szerződések. Fontos beszélgetések, hiszen itt tisztázódik valami. A hold jelentheti az anyukádat, az anyai érzelmeket, vagy az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Mindez útban van hozzád, erről lehet beszélni, beszámolni, itt vannak a kapcsolatok, és tisztázódik valami. Utolsó hét, október hónapban itt látható, a szerelem nagyon fontos. Ez a férfi a közeledben van, lesz egy új kezdet, de így október végén még más irányba tekint. Amit ő foglalkoztatja, az az anyagi helyzet, a munkája, a hivatása. Itt az utak jelentik majd az ő döntését, hogyan tovább, milyen irányba, sőt, ez a kereszt szintén ezt jelentheti, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez lehet egy munkahelyi változás. Tehát ezek a témák foglalkoztatják őt. Lehet, hogy így kevesebb ideje van rád, és emiatt van itt ez a felhő, meg a ravasz róka, a félreértések, vagy negatív gondolatok, negatív érzelmek, de változtass valamit a gondolataidon, itt van a változás,
hiszen a szerelemben lesz egy új kezdet, és a szív az összefűz benneteket, amit ez a horgony még jelenthet, ugyanúgy, mint a fa, ő úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni, le tud gyökerezni. Itt lesz valami, ami olyan hirtelen jön, amire nem számítottál, lesz egy meglepetés, egy kellemes meglepetés, itt tisztázódik valami. A könyv az jelentheti a tudást, továbbképzést is, a fa pedig az egészségügyi témákat, tehát újra a gyógyító erőről van szó. Amit a könyv még jelenthet, az ő zárkózottsága, de ez elmúlik, hiszen ez a kassa jelentheti azt is, hogy eltávolítja ezt a zárkózottságot, és majd fordul a helyzet, itt van a változás, egy új kezdet, új irány, és ez kihat a szerelemre. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!